Jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják január 26-án hétfőn. Tartsanak velünk! Január 19-i hétfői híradónkban láthatták, hogy a magyarországi németek elhurcolásának emléknapját tartották a Német Nemzetiségi Múzeumban. Elkezdődött az ökumenikus nemzetközi imahét, a keresztény egyházak világszerte közös imahete. Illetve élőzenekarral, mesével és kézműves foglalkozással várta a kisgyermekes családokat az Aprók Tánca Pötörke szervezésében. Három évvel ezelőtt az első megemlékezésre készült el az a vándorkiállítás a kitelepítésről, amely ismét látható volt a Német Nemzetiségi Múzeumban. Érdemes figyelembe venni azt, hogy a rendszerváltás előtt és nem sokkal utána is erről a témáról nem beszéltek sokan. A családok egymás között azért tudták, hogy mely rokonok miért kerültek ki az óhazába, de azt, hogy ezek a folyamatok pontosan hogyan zajlottak, ez nem volt ismeretes a nagy nyilvánosság előtt. Ennek különböző okai vannak. Ennek a kiállításnak a fő célja az volt, hogy rávilágítson azokra a tényekre, azokra az adatokra és azokra a folyamatokra, amelyek végül oda vezettek, hogy Magyarországon több mint 100 000 embert, nagyobb becslések szerint 200 000 embert kitelepítettek csak azért, mert 1941-ben magukat németnek vagy német anyanyelvűnek vallották. És nem számított az, hogy a háborúban milyen tevékenységet folytattak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat számára fontos, hogy ez a nap emléknap lett, és lehet róla beszélni, megemlékezni. A Német Önkormányzat számára az a fontos, hogy ez az emléknap emléknappá lett, tehát nyíltan lehet most már beszélni erről az eseményről, arról, hogy ez hogyan fejlődött, hogyan alakult ki, hogyan érintett minket. És ez az emlékezés lehetőséget is tesz arra, hogy megmutassuk magunkat és identitásunkat is erősítsük. Mikli József polgármester a parlament tagjaként előterjesztője volt annak a törvénynek, amely emléknappá nyilvánította a német nemzetiségek kitelepítését. Ebben a törvényben azt fogalmazhattuk meg, hogy a magyarországi németek, és itt nagyon fontos a jelző is, tehát, hogy azok a németek, akik itt születtek, már a nagyapjuk is itt született, itt élték le az egész életüket, fölmenőik is itt születtek, itt éltek, ezeket a német honfitársainkat parancsolta el a háború szomorú és tragikus döntése Magyarországról. A németek elhurcoltatásának és kiüzetésének a napja ez, amikor is arra emlékezünk, hogy azokat a honfitársainkat a háború következtében kötött alkú és üzletelés következtében Magyarországról, nem túl jó szó, de ezt mindenki érti, kitelepítették. Közel 200 000 német ajkú kitelepítetre emlékeztek a Nemzetiségi Múzeumban a város vezetői, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, diákok és érdeklődők. Január 18-án kezdődött az ökumenikus imahét, amelyet minden évben megrendeznek, és a témáját most a braziliai keresztények dolgozták ki, Adj innom címmel. A görög oikumené szóval származik ez, hogy ökumenikus. Az oikumené pedig azt jelenti, hogy lakott föld, az egész lakott föld. Úgyhogy ez a ima hét, pontosabban 8 nap, ez a keresztényeknek egy mindig jelentős alkalma, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Ugyanis ilyenkor talán mondhatom azt, hogy félretesszük a felekezeti különbözőségeket, és különösképpen is azt keressük, ami közös. És így vannak most közös alkalmaink, igehirdetéssel, énekkel, imádsággal, és természetesen utána beszélgetéssel, hiszen az élet, a gyülekezeti élet legnagyobb ajándéka az, hogy találkozhatunk egymással. Ez az ökumenikus alkalom mindig lehetőséget ad a másik vallás, liturgia, szóhasználat megismerésére. Témaként a hit továbbadását választottam. Nagyon fontos ez a mai világban.
Ugye, ha az Ószövetségből nézzük, akkor nagyon szépen látjuk, hogy mennyire ott van a szertartásos kérdezfelelek játékban, a pászka vacsorán, a hitnek a nemzedékről nemzedékre történő átörökítés, amikor a kicsi fölteszi a kérdést az apának, hogy mit ünneplünk ma, és az apa válaszol, elmondja a kivonulás történetét. És Jézus az Újszövetség is ugyanezt kívánja, ugye ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, adja parancsba nekünk. És mi azért köszönhetjük, hogy ma itt ülünk egy templomban, mert az egyház 2000 éves történelme folyamán mindig voltak olyanok, akik a saját feladatuknak érezték a hitnek az átadását, nemzedékről nemzedékre történő átörökítését. És valójában ez egy kérdést is kell, hogy feltegyen bennünk minden egyes ilyen ökumenikus alkalom, hogy vajon 10-20-50-100 év múlva lesznek-e ezekbe a templomokba emberek, lesznek-e fiatalok, lesznek-e Istent kereső hívek, Krisztussal élő emberek, és ezért tartom fontosnak, hogy a hit továbbadásáról beszéljünk, hogy ez a nemzedékről nemzedékre történő átörökítés ne szakadjon meg. A témaindító kapcsán ötlött fel az Atyában a mai istentisztelet témája, amely a szamari asszony történetéből indult, akit a forráshoz visznek, és átvitten a forrás Krisztus is. Óriási nyüzsgés volt a szombat délutáni foglalkozásokon, amikor is szülők, gyerekek együtt énekeltek, táncoltak önfeledten, jó hangulatban. A gyerekek a szülőkkel együtt közösen részt vehetnek egy kis táncos mulatságon, ezen kívül énektanulás, mese zajlik általában, illetve hát folyamatosan lehet a kézművességet is kipróbálni. Ezek a programok már 7. éve zajlanak, úgyhogy megvan a menetrend, amit szakmailag MSC-vel és Keltai Gáborral közösen állítottunk össze. Ezek általában a jeles napokhoz fűződnek, kapcsolódnak, és hát azokat az elemeket tartalmazzák, amit a kisebb gyerekekkel együtt el lehet sajátítani. Újabb és újabb táncok kerülnek bele, de természetesen a maguk szintjén, tehát a gyerekeknek először csak egészen gyerekjátékok és ugrós táncok, azután 7 óra körül megérkeznek a nagyobb táncosaink, a szülők közül is maradnak itt többen, és ott már kezdődnek azoknak a táncoknak az oktatásai, amik már a nagyobbakhoz kapcsolódnak, különböző páros táncok, erdélyi táncok következnek, illetve moldvai táncok mindig visszatérnek. A kézműves foglalkozások közül a kosárfonás alapműveletével ismerkedtek a kíváncsiskodók. Minden esztendőben igyekszünk olyan kézműves tevékenységeket összeválogatni, ami a néphagyományőrzés területébe beletartozik, így már agyagozhattak is a gyerekek. Fafaragás is lesz még ebben az évben. Kosárfonásnak azért van most az idénye, mert a fűzveszőt ilyenkor télen lehet szedni. Ehhez olcsón hozzájutunk, így aztán ilyenkor szoktunk kosarat fonni. Azért nem fönünk kosárfeneket, mert az egy elég nehéz tevékenység, veszélyes szerszámokkal kéne dolgozni. Kitaláltuk, hogy falapra készítjük a kosarat, így aztán a fenekét nem kell megfonni, az oldalfonás pedig nagyon egyszerű, egy kicsit ilyen monoton tevékenység, amit a gyerekek is tudnak csinálni. A nagyon ügyesek, tessék megnézni, hogy milyen magas kosárgák, már kész cserepek férnek ezekbe a kosarakba. Minden esztendőben szoktunk egyszer kosarat fonni, amikor itt van az idénye, de aki újonnan jön, az is csinálhat mindig. A jó hangulatról a Kincső zenekar gondoskodott, akik hosszú évek óta játsszák a talpalávalót a rendezvények alkalmával. Január 20-ai adásunkban beszámoltunk arról, hogy az Ökoturisztikai Központ adott otthont az idei év első intézményvezetői értekezletének. A Vaszari iskola 8-osai is részt vesznek a Nyitott Bíróság című programon, valamint a Tatai medence állatvilágáról tartottak előadást a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság rendezvényén. Január 21-én láthatták híradónkban, hogy a Tatai laktanyában is megünnepelték a Magyar Kultúra Napját, illetve a természettudományi tanulmányi versenyen mérették meg magukat a térség középiskolásai. Az intézményvezetők ez évi első értekezletén az egyik legfontosabb napirendi pontban tájékoztatót hallgattak meg a résztvevők a város idei költségvetésének alakulásáról. A célunk az, hogy a működésben nem vettünk vissza, továbbra is biztosítunk mindent az intézményeinknek. Azt szeretnénk, hogy a város szolgáltatásai az eddig megszokott magas színvonalon tovább folyjanak.
rendhagyó helyszínen, az ökoturisztikai központban tartották az értekezletet, hogy az intézményvezetők tájékozódhassanak a központ működési területükhöz tartozó lehetőségeiről. Most már tényleg hamarosan a megnyitóra is sor kerülhet, tervezgetjük az új tatai állandó programot, ami valami ilyesmi névre fog hallgatni, hogy a vízre szállás napja, és akkor mindig akkor lehetne megünnepelni ezt az ökoturisztikai központot. És hát szerettük volna az intézmény vezetőknek így közvetlenül bemutatni az épületet, történetét, a lehetőségeket, főleg a felszereltségét. A Kőkúti iskola már egy külön osztályt indított, ahol a szülőknek nagyon köszönöm az eddigi türelmet, mert nem tudtuk rögtön elindítani az itteni foglalkozásokat, de ők hetente egy napon itt vesznek részt az oktatásban, a Kőkút is egyik osztály, és természetesen várjuk a többi intézménynek is a jelentkezését, ötletét, javaslatát, hogy milyen módon kívánja ezt az épületet a lehető legjobban használni. Természetesen külső megrendelőket is várunk, cégeket, közösségeket, csoportokat, minél többen használják azért épült, ez az épület ezért épült, hogy lehetőség szerint minél jobban kihasználjuk. Attól félsz, amit nem ismersz. Ez a mottója az Országos Bírósági Hivatal Nyitott Bíróság című programjának, melyen 14 éven felüli diákok vehetnek részt. A szervezők szerint minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az odafordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. A hivatal által elindított program keretében a középiskolások osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári és a büntető és közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. Ehhez a programhoz csatlakozott a Vasari iskola egyik végzős osztálya is. Én bírósági ülnöki feladatot kaptam az elmúlt 4 évben, és ott az elnök úr elmondta, hogy van egy nyitott bírósági program, ahol tulajdonképpen a 14 évet betöltött tanulók részt vehetnek ezen a programon. És akkor rögtön arra gondoltam, hogy igaz, hogy az osztályomban még lesz egy-két gyermek, aki nem tölti be a 14 évet, de a többség igen, és mivel pályaválasztás előtt állnak, azon kívül gyermekvédelmi felelős is vagyok, és nagyon fontosnak tartom, hogy ebbe hát bepillantást nyerjenek, hogy milyen egy bírósági tárgyalás, milyen a légkör, vagy milyen cselekmények, milyen következményekkel járhatnak. Olyan nagy élmény volt itt a mai délelőtt, hogy most az osztályfőnöki órákon ezt követően gondolom, hogy nagyon sok minden felvetődik a gyerekekbe, és ezeket meg fogjuk beszélgetni. A diákok egy 13 éves fiú tárgyalásán vettek részt, ami nem csak érdekes, de tanulságos is volt számukra. 18 év kor alatti gyereknek tulajdonképpen a tárgyalásán voltunk, amelyen utcafirkákat helyezett el közterületeken, és hát ezzel megsértette a jogszabályt. Elég tanulságos volt, ugye, hogy milyen tulajdonképpen milyen büntet, tehát milyen letöltendő büntetéssel jár ez a dolog. El kellett ezért 3 könyvet olvasnia, és még kirendeltek hozzá egy állami embert is, aki foglalkozik vele. Megdöbbentő volt, mert látszott rajta, hogy megbánta azért rendesen. Szerintem nagyon jó lenne, ha több osztály is kapna erre lehetőséget, és több iskola is, mert azért elég sok gyereknek ez egy tanulság. 6. előadásához érkezett a Tatai medence természeti értékeit bemutató népfőiskolai előadássorozat, amelynek előadója Csonka Péter volt, aki a Dunaipoly Nemzeti Park tájegység vezetője. A mai alkalommal a madárvilággal ismerkedtek a hallgatók. Igen, ennek vagyok a szakértője, ez egy nagyon fontos dolog, illetve ezeknek a fotózásával is megörökítésével foglalkozom munkám mellett, és így a saját képanyagommal tudok megjelenni itt az előadás során. Hát a Tatai medence, illetve annak tágabb környékét fogom bemutatni, és tematizálva, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát különböző élőhely típusokon keresztül fogom megközelíteni az értékeket, és ezen belül emelek ki kiemelt jelentőséggel bíró madárfajokat, tehát így érinteni fogjuk a tavakat, a Duna folyamot, a különböző víztől függőben lévő élőhely típusokat, a száraz gyepeket, a különböző erdőtípusokat,
tehát egy eléggé változatos előadást próbálok az érdeklődők elé hozni. Elsődlegesen a ragadozó madarak, a harkályok és a ludak. Tehát erre mindenféleképpen fókuszálni fogunk. Tata környéken hazánk összes harkály faja megfigyelhető, tehát nagyjából egy ilyen 10 km sugarú körön belül mindenki meg lelehető az erdőkben. Emellett a ludak, hát nem kell mondani, hiszen pont a szezonban is vagyunk, hiszen nagyjából február közepéig Tata környéke azért a ludaktól zsizseg, és akkor mellette a ragadozó madarak, azon belül is a parlagisas kerecsen sólyom, tehát azok a globális jelentőséggel bíró madárfajok, akik itt is költenek. Városunknak és környékének a természeti értékei miatt igazán nagy a vonzása. Én erre a részre, én ugyanis alföldi vagyok, de Veszprémbe jártam egyetemre, én Tata miatt jöttem ide 41 éve. Vagy hát jöttünk a feleségemmel. Igaz, hogy talán eltelt 17 vagy 18 év, amire ide költöztünk, de nekem nagyon tetszik Tata, és hát maga az egész térség is. Tehát ebből adódom minden ilyen jellegű előadást. Igyekszek meghallgatni, eljárni legkülönböző programokra, és hát ez szerintem nagyon jó ez a népfő iskola, tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy járjon el ezekre a rendezvényekre. De rendkívül felkészült szakemberek járnak ide, tehát ehhez máshol viszonylag nehezebb hozzáférni. A természet és a természetvédelem iránt elkötelezett polgárok nyitott szemmel járnak a világban, és felfedezik a természeti értékeinket. Ehhez kapnak útmutatást a sorozattól. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Az emléknapon minden évben országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. A tatai laktanyában ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg a jeles napról, melyen a Tatai Református Gimnázium diákjai egy zenés irodalmi összeállítással készültek, valamint az őszi rózsa dalkör is fellépett. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A Magyar Honvédség mindig nagy figyelmet fordított a kultúranapi megemlékezésre, azon belül is kiemelkedően a zenére. Ahogy minden rendezvényen, most is közreműködött a dandárzenekar, bár most csak egy fúvós ötös formációban. Tekintettel arra, hogy a helyszín nem éppen nagy koncertekre ideális, viszont a dandárzenekar személyes szállításában rejlő lehetőségeket kiaknázva kamaracsoporttal működünk közre. Ez most jelen pillanatban fúvós ötös, klasszikus fúvós ötöst jelent. Öt emberes, ötfős közreműködés, egy fúvóla, egy obol, egy kürt, egy fagott és egy klarinét összeállításban. A katonazenekar a Magyar Honvédség kulturális kirakatába kihelyezendő lehetőség a civil szféra felé, hogy megmutassuk azt, hogy a Magyar Honvédségben rejlő értékek kulturális szempontból is milyen nagy jelentőségűek, ezért evidens egy katonazenekar számára, hogy a Magyar Honvédség által megrendezett kultúranapi rendezvényeken zenék közreműködést is biztosítsa. Az ünnepségen megnyílt egy kiállítás is, melyen a 15 évvel ezelőtt alapított tatai eszperantisták képzőművész csoportjának munkáit mutatták be. A festmények között voltak tájképek, portrék, csendéletek és absztrakt alkotások is. Mi a helyőrségi klubban voltunk, mint csoport, és tagjai lettünk a Honvéd Kulturális Egyesületnek. Hát mi egy olyan csoport vagyunk, a tataiak, aki egy meghatározó. Jól dolgozók vagyunk, tehát mi nyugodtan kiállíthatunk bárhol, mert a mi képeink színvonalasak. A napokban a természettudományokból jeleskedő diákok mérethették meg magukat az Eötvös József Gimnázium természettudományi tanulmányi versenyein, ami a diákoknak nem csak kihívás volt, de egyben felkészíti őket a közép- vagy akár az emelszintű érettségire is az adott tárgyból. Ma délután kémiai ismereteiket bizonyíthatták a gimnazisták. Nagy örömünkre szolgál, hogy körülbelül 100 diák vesz részt a versenyen, akik közül többnyire természetesen az Eötvös József Gimnázium tanulói, de Tatamányáról, a Bárdos Gimnáziumból, az Árpád Gimnáziumból és a Tatai Református Gimnáziumból is érkeztek diákok.
A megmérettetésen 9., 10., 11. és 12. évfolyamos diákok is vannak, akiknek egy érettségi típusú teszt feladatsort, illetve táblázatos számítási feladatokkal kell megbirkózniuk. Azt gondolom, hogy a megmérettetés arra is alkalmat ad, hogy egy végzős diák, aki a kémia tárgyal szeretne foglalkozni, az emelt szintű érettségi előtt egy másfél órás ilyen típusú feladat megoldáson essen át. Az Eötvös József gimnázium mellett a Tatabányai Árpád és Bárdos gimnázium, valamint a Tatai Református gimnázium is delegált tanulókat a versenyre. Mi a teljes keretet kihasználtuk, tehát minden évfolyamról 2-2 diák, ez volt a lehetőség. Tehát minden évfolyamról 4-2-2 diák jött, összesen 8 diákkal érkeztünk. Minden évfolyamon nálunk más-más kolléga tanítja, tehát mindenki a saját diákjait készítette fel, és alapvetően a tananyagból, tehát amit az adott évfolyamon tanulnak a gyerekek, abból készültünk, és plusz még számolási feladatokkal egészítettük ezt ki. A tanulmányi versenyen résztvevő diákok általában reál beállítottságúak, és általában olyanok, akik élvezik is az adott tárgyat. Szerintem ők más ilyen műszaki tudományokból is jók, tehát matekból jók, kémiából jók, valószínűleg fizikából is, úgyhogy általában ők nem csak ezeken a versenyeken vesznek részt, de szeretik, tehát kell hozzá egy ilyen valamilyen szintű megszállottság. A versenyről a diákok is jó véleménnyel voltak. Aki odafigyelt órákon és használta az eszét, annak sikerült jól teljesítenie most is. Minden verseny nehéz, és ez is az volt, de talán könnyebb volt, mint a tavalyi. Mivel ez az idejéből lett összeállítva nagyjából, ezért, hogyha készülünk órára, az szerintem elegendő erre is. A tanulmányi versenyek hivatalos eredményhirdetése és a legjobbaknak járó díjak átadása hagyományosan az Eötvös napon lesz, amit idén február 2-án rendeznek meg. Január 22-én beszámoltunk arról, hogy néphagyományok bemutatásával ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Tatán. Idén ünnepli megalakulásának 45. évfordulóját a Honvéd Bajtársi Klub. Ebből az alkalomból jubileumi közgyűlésre várták a klubtagokat. Január 23-ai pénteki híradónkban pedig arról számoltunk be, hogy a Platán király legendája címmel nyílt kortárs kiállítás a Platán étteremben. Családi nappal összekötött projektzárót tartott az Új Szempont Tata, és megtartotta évindító közgyűlését a Tatai Helytörténeti Egyesület, valamint euritmiai foglalkozást tartottak a Waldorf óvodában. Tata városa minden évben nagy figyelmet fordít a Magyar Kultúra Napi rendezvényre. Ez idén sem volt másként, hiszen a városvezetés fontosnak tartja, hogy az elődeinkről ránk hagyott kulturális kincseinket megőrizzük. Egyszer valamikor egy korábbi ünnepségen úgy fogalmaztam, hogy ez szégyen tulajdonképpen ránk nézve, hogy csak egy napot szánunk a kultúrának, és hogy bezzeg ilyenkor odafigyelünk, de azért ez persze sarkítás, és nem így van, mert hogy itt Tatán legalábbis mi minden nap odafigyelünk erre, és erre óriási segítséget nyújtanak azok a közösségek, amelyek Tatán működnek, és a kultúra ápolásával, erősítésével és terjesztésével foglalkoznak. Köszönet a sok-sok kórusunknak, művészeti együtteseinknek, művészeti iskoláinknak, köszönet természetesen a város pedagógusainak, mindenkinek, akinek bármi kicsi része van abban, hogy ez a város nem hajlandó elaludni és nem hajlandó elbutulni. A városi rendezvényen részt vett dr. Kanc Csaba megyei kormány megbízott is. Rengeteg a kihívás a modern, zakatoló világunkban, az informatika részéről, a felgyorsult világ részéről. Én azt gondolom mégis, hogy a könyvnek, az olvasásnak, a kultúrának reményeim szerint a következő évtizedekben a reneszánszát fogjuk élni, hiszen ezek nélkül, az értékek nélkül nagyon nehéz lesz Magyarország jövőjét tovább építeni. Az idei műsort a Kenderke Művészeti Iskola tanulói adták, akik Kun Katalin vezetésével a magyar néphagyományokat elevenítették fel. Sok éve vágyunk már rá kollégáimmal együtt, hogy egyszer a Magyar Kultúra Napján a népművészetet, a magyar népművészetet mutathassuk be. Most megkaptuk ezt a felkérést, és nagyon nagy örömmel, nagy izgalommal készültünk. Választottunk hozzá egy elvet, ami tulajdonképpen régen a kalendáriumban a régi embereknek, az egyszerű embereknek az életét vezette,
és ebben a kalendáriumban jelentek meg az úgynevezett jellel ellátott napok, a jeles napok. A jeles napok egy kicsit vezették az emberek életét, és alkalmat adtak arra, hogy ünnepeljenek, kikapcsolódjanak, és a hétköznapnak a munkáiból egy picit kizökkenjenek. Nagyobb hangsúlyt kaptak az énekes zenés számok, a szöveges jelenetek, a Kenderke minden művészeti együttese összefogott teljes tanári karával. Megjelenik a Kenderke barátai zenekar, a Csevergővel természetesen, vendégünk lesz Écsi Gyöngyi, és itt vannak a gyerekeink. 45 évvel ezelőtt, 1970. január 23-án alakult meg a Tata helyőrség nyugállományúak klubja. Nyugállományú katonák, özvegyek és civilek összesen 35-en alapították a klubot, amit 2007 óta Honvéd Bajtársi Klubnak hívnak. Nem csak a név változott, a létszám is gyarapodott, hiszen mára már 222 tagot számlálnak. Az elmúlt évtizedekben sok minden változott, de a célok megmaradtak. Sipos Géza, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke is köszöntötte a klubot. Azt gondolom, hogy ezt a klubot is, mint a szövetségnek a többi 80 egyesületeit is, a közösen eltöltött évek, a szakmának, a hivatásnak a szeretete hozta össze és tartja össze még mind a mai napig, és sok szép élmény, sok közös élmény, és jó programok, amik mellett ezek az emberek még most is kitartanak, és hát a szövetséget is ez érteti, hogy ilyen erős közösségei vannak. Ez az egyesületnek az ünnepi évfordulója, tehát az Országos Szövetség tisztelet köszönti őket, és köszöni meg, hogy a szövetséghez való tartozásukat mindig is megőrizték. Sőt, erről az egyesületről tudni kell, hogy 1990-ben ahhoz a 18 egyesülethez tartoztak, akik létrehozták azt az Országos Szövetséget, amit mi a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének nevezünk, és ebben az egyesületben ma már több mint 80 ilyen és ehhez hasonló szervezet van, több mint 10 000 főtaggal. Úgyhogy nagyon jók vagyunk mi így együtt közösen. A klub alapítása óta jó kapcsolatot ápol a tatai dandárral, amit Horváth Gábor parancsnok is megerősített. A Honvéd Bajtársi Klub, mint tudjuk, nagyon jól itt az alakulatunknál és a jogelődöknél szolgált katonák bajtársi egyesülete. Ennél fogva tulajdonképpen a dandárnak, a családunknak a része is. Én úgy gondolom, hogy 45 év nagyon nagy idő, 45 év számos változást hozott, és a legfontosabb talán az, hogy a változások között egy dolog állandó maradjon, az, hogy párbeszédet tartsunk fenn, és gondoskodjunk egymásról a különféle generációkba tartozó katonákkal. Ez azért lényeges, mert egy katona egész életében katona marad. Tehát attól függetlenül, hogy az aktív szolgálattól megválik, érdeklődik, természetesen igyekszik a tapasztalatait, az általa megélteket átadni a fiatalabbaknak, igyekszik segíteni. Mi, akik aktívak vagyunk, mi pedig nagyon szívesen vesszük, hogyha megszólítanak bennünket, nagyon szívesen vesszük, hogyha véleményt nyilvánítanak róluk, ha néha-néha figyelmeztetnek, és nagyon sokszor segítenek bennünket. A Platán király legendája címmel nyílt kiállítás a Platán étteremben kortárs művészek munkáiból. A tárlat célja az volt, hogy tovább buzdítsa az embereket, hogy szavazzanak Tata öreg platán fájára, hogy az év fája után az Európa fája címet is elnyerje. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Tatán az év legszebb fája az a tatai platán lett, és úgy gondoltuk, hogy ezt a díjat, ezt az alkalmat, ezt a nagy örömet nem egy egyszeri diátvétellel kell csak megünnepelnünk, hanem húzzuk ezt el, és minél többször vegyük elő újra és újra, mint egy szép családi fotót, ezt a platánfánkat, és ezzel mostani kiállítása arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy indul az európai verseny, szeretnénk, ha a tatai platán az európai közösség fája is lehetne, tehát Európa fája a tatai platán, ez egy nagyon jól hangzana, én azt gondolom, úgyhogy bíztatok mindenkit, egyrészt, hogy jöjjenek el, nézzék meg a kiállítást, másrészt pedig arra, hogy majd szavazzanak, mert egész február erről fog szólni. A kampányhoz nagyban hozzájárult Pribojszki Mátyás, a Platán király legendája című novella is, melyből a megnyitón Petrozsényi Eszter olvasott fel egy rövid részletet. A címében is már benne van, hogy Platán király és manója Jokli. Ugyanis van egy kicsi manó, amiben a Platán király átsűríti az erejét, és néha próbál segíteni a körülötte elterülő városon, a városban élő embereknek, mert az emberek szeretik, és a tataiak nagyon büszkék erre a fára, és a fa ezt így tudja viszonozni. A novellában van egy múzeum
őr tulajdonképpen, a Pinka Péter, múzeumi takarító. És a novella legelején a Platán király neki ajándékozza a Joklit egy holdnyi időre, és az alatt a kismanó minden jót cselekszik a Pinka Péter helyett, sőt, a városi helyzeten is megpróbál javítani. Ennyi a novella. A párom nagyon szerette ezt a nagy fát, sokszor ültünk a fa alatt, a padokon, néztük a tavat, nagyon szeretett ide kijárni, és úgy megmozdult a fantáziája minden különösebb apropó nélkül. Koller Zsuzsa a kiállítás kurátora elmondta, hogy a művészek szívesen álltak kötélnek. Nagyon örültek a felkérésnek, úgyhogy mindenki a sajátos stílusukkal, technikájukkal igyekezett a lehető legszebb alkotást készíteni, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A tárlaton a kis plasztikáktól elkezdve a festményeken át a grafikái különféle technikákkal készült alkotásokat láthatnak az érdeklődők, melyek március 6-áig lesznek kiállítva az étteremben. Az új szempont Tata családalapítást és munkavállalást támogató programok a tatai kistérségben elnevezésű pályázata 2 évet ölelt fel. 2013. február 1-én kezdődött, és január 31-én zárják le. A pályázat záró rendezvényén részletesen beszámoltak az elmúlt 2 év céljairól és történéseiről. A célunk az volt tényleg, mint a címe is mutatta, hogy a családokat, illetve a fiatalokat támogassuk mind a családalapítási kedvükben, illetve a munkához való viszonyulásukban. Olyan rendezvényeket, programokat, tevékenységeket szerveztünk, amelyekhez hozzájárultak. Volt egy személyes tanácsadó szolgálatunk, amelyben családalapítással, illetve családtámogatási kérdésekben tudtunk segíteni a hozzánk fordulóknak. Voltak szakembereink, akikhez nagymértékben hozzájárultak, volt egy konfliktuskezelő szakemberünk, egy jogászunk, illetve egy pszichológusunk, akik havi rendszerességgel jöttek és tanácsot adtak a hozzánk forduló kistérségi lakosoknak. Fontos volt még, hogy egy kompetenciafejlesztő tréninget tudtak nyújtani a kistérségben élő 15 és 24 év közötti korosztálynak, melybe összesen 370 fiatalt sikerült bevonni. A végzettséget adó szakmai tanfolyamok is fontos részét képezték a projektnek. Elsősorban inaktív személyeket, illetve állásnélkülieket próbáltunk megcélozni, többségükben nőket. 6 szakmai tanfolyamunk volt, eladói, illetve bolti eladói, illetve targonca vezető végzettséget tudtunk nekik nyújtani, és nagy örömünkre szolgált, hogy ha bár a pályázatunknak nem volt része, hogy megtudjuk, hogy mi történt velük aztán, de többükkel találkoztunk a tevékenység során, tehát állást kaptak ezzel a végzettséggel, amit mi tudtunk nekik nyújtani. A tanfolyamon résztvevők közül természetesen voltak olyanok is, akiknek ugyan van munkájuk, de éltek a lehetőséggel, hiszen egy új szakma mindig jól jön. Én egy targonca vezető tanfolyamon vettem részt, és hát úgy érzem, hogy ez nagyon hasznos volt számomra, mert akár a munkahely keresésben, vagy ugye már a meglévő munkahelyen is hasznosítani lehet ezt a végzettséget. Nagyon jó társaság jött össze, úgy érzem, hogy összekovácsolódtunk fiúkkal, lányokkal, és mindenkinek sikeresen sikerült a vizsga. A szakmai tanfolyamok mellett ingyenes nyelvtanfolyamok is voltak, angol, illetve német nyelvből. Ezekhez kapcsolódóan családi napokat is szerveztek, melyeken több mint 1000 ember vett részt. Az idei év első közgyűlését tartotta a 2001 óta működő Tatai Helytörténeti Egyesület, melynek elsődleges célja megalakulásakor az volt, hogy a városban található értékeket felkutatják és beszámolnak a múlt és jelen történéseiről. Az elmúlt években az Egyesület nagyon aktívan dolgozott. A hagyományok őrzésében folytattuk elődeink munkáját, ugyanis a Helytörténeti Egyesület a tevékenységéhez fűződik, hogy városunkban nagyon sok szobrot állítottak azoknak a művészeknek, közéleti embereknek, akik országos hírnévre is szertettek. Az elmúlt időszakban 2 szoborállítása történt, a Dobrosztáv Lajos festőművész, Munkácsi Díjas festőművésznek a mellszobrát állítatta az Egyesület, és Örkényi István írónak a mellszobrát. Az egyik a Cseketó partján, a másik pedig a Városi Könyvtárba került elhelyezésre.
Egy emléktáblának a felállítására is sor került az elmúlt időszakban, ugyanis a Szerafikumnak az épülete 100 éves volt. A Tatai Helytörténeti Egyesület közgyűlésén bemutatták a legújabb évkönyvet is, ami tartalmazza az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit. Igyekeztünk minden évkönyvünkbe olyan történeteket, eseményeket megörökíteni, amik nem, amiről azt gondoljuk, hogy ne legyen a feledés homályában, nem újjon el. Így ugye a Dobrosztás szobor emelése, állítása igen fontos pillanat volt a város és a egyesület életében, vagy például Örkény István szobrát szerezte meg az egyesület, ezt is ugye a városi könyvtárba helyeztük el. De ugyanígy írunk benne, illetve fotókat mutattunk be a néhány évvel ezelőtti extra rendkívüli időjárásról, amikor Tata főutcáin harckocsik segítették a forgalmat, vagy a borítón látható 1848-as festményről, ami Tatát ábrázolja. Nagyon kevés, néhány település büszkékedhet azzal, hogy egy ilyen dokumentum értékű festményről mutatható meg a múlt. Természetesen az események sorában nem feledkeztünk meg a 100 éve kezdődött első világháborúról, ahol amiben is a évkönyvünkben a háborúban részt vett katonákat, huszárokat, bakákat, hajósokat emelünk emléket azzal, hogy a életleírásuk, fotójuk szerepel az évkönyvünkben. A Waldorf óvodában egy különleges pedagógiai módszerrel fejlesztik a gyerekeket. Gubó Kata heti egy alkalommal tart euritmia foglalkozást a csöpségeknek, hogy ezzel segítse egészséges fejlődésüket. Hetente egyszer jövök a gyerekekhez euritmiázni, meséket hozok nekik. Ezek a mesék kapcsolódnak vagy az ünnepekhez, vagy az évszakokhoz. Ezeket játsszuk el. Az euritmiában a beszédben megjelenő hangzókat fejezzük ki a testünkkel. Azt jelenti az euritmia a szem számára, mint a beszéd a fül számára. Ezeket a mozgásokat, ezeket a hangzó mozdulatokat, ezeket a gyerekek hozzák magukkal. Nagyon bennük él a mozgás, és sokszor tapasztalom azt, hogy egy-két kisgyerek, ha fáradtabb, nincs kedve, akkor nem áll be közénk, de ülve, figyelve minket is, végzi velünk a kis mozdulatokat, tehát ezeket a hangzó mozdulatokat. Ő is benne él a történetben, magával ragadja ez az egész, és egy-két kisgyerek, aki nehezebben beszél, gátlásosabb, ő is úgy érzi a mozgás által, hogy ki tudja fejezni magát, feloldja ez a mozgás a gátlásokat. Nagyon furcsák voltak a mozdulatok, de minél több időt tölthetünk Kata nénivel, annál jobban érdekli őket, annál jobban tudják kifejezni magukat is ezzel a mozgásformával, és nagyon-nagyon sok szeretettel, szinte már türelmetlenül várják Kata nénit. Óvodáskorban nagyon fontos az izomtónus szabályozása, a nagy mozgások, valamint a finom motorika fejlesztése, ami elengedhetetlenül szükséges az iskolai érettség eléréséhez. Ez persze sokféle módon lehet fejleszteni, de az euritmia az egyik legjobb módszer, amely rendkívüli hatékonysággal javítja a mozgás koordinációt, kialakítja a beszédfigyelmet, segít a szókincs megtartásában és az utánzókészség fejlesztésére is pozitív hatással van. Jelentős szerepet játszik a diszlexia megelőzésében, amely napjainkban gyakrabban fordul elő, mint azt gondolnánk. Sok beszédgátlásos kisgyermek is van, mely gátlásokat a mozgás által oldani lehet. Az euritmia művészet. Jól szocializál és harmonizál, összehozza az embereket, hatalmas közösségformáló ereje van. Január 26-án hétfőn Önök Tallózó című műsorunkat látták, köszönjük figyelmüket! Tallózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Oh,